Köszöntelek benneteket a csatornámon. Örülök, hogy kiválasztottátok a videómat. A három kérdőjeles jóslás január 13-án. Mielőtt kezdenék ezzel a jóslással, említeném a Valentin napi akciót. Ezt már most mondom, hogy időben meg tudjátok rendelni, hogy időben megkapjátok a jóslást. Egy szerelmi kirakás kártyával, és hozzá egy asztrológiai elemzés, összehasonlítom kettőtök horoszkópját. Ha nem tudjátok azt, hogy ő hány órakor született, nem baj, megnézzük a bolygók állását, így és bepillanthatunk az ő lelki világába. Ez a Valentin napi akció már most megrendelhető, a díjam 5000 forint. És most megtekintjük a három kérdőjeles jóslást. Ezen a képen láthatóak az érmék, mégpedig kettő érem. Ez utal az ő anyagi helyzetére, a munkahelyére. Az is lehet, hogy most lesz nála egy munkahelyi változás, és így mérlegeli a dolgokat. Az érmék utalnak belső értékekre is, hogy te vagy értékes számára, és a kettes szám utal egy párkapcsolatra. De neki másképp kellene a dolgokat kezelni, és nem egy lábon állni, hanem két lábon állni a földön, mert az nyújtja a biztonság érzetét. Ez a kép kihat az anyagiakra, a munkahelyére, de a párkapcsolatra is. Ezen a képen érezhető az ő bizonytalansága, és itt döntéseket hoz. De így elgondolkozik a dolgokon, tegyem vagy ne tegyem, de most megnézzük azt, hogy érzi magát, és ezt mutatja a második kép. Ez a kép mutatja az érzelmeit. Egy harc, egy kihívás, nehézségek, félelmek, de ő mindezt most maga után hagyta. Ő lezárja a múltat. Az ötös szám jelentheti azt, hogy befejezett valamit, és lesz egy új kezdet, mint például egy munkahelyi változás, de az ötös szám jelentheti azt is, hogy mások beleavatkoznak a dolgaiba, és ő ezt le akarja zárni. A következő kép mutatja azt, hogy milyen lépéseket tesz irányotokba. Itt, ezen a képen a tízes szám egy új kezdetre utal. Megvan arra a lehetőség, hogy legyen köztetek egy új kezdet. Viszont, ami a képen látható, hogy ti nagyon nehezen veszitek a dolgokat, vagy sok a munkátok, ezek nehézségek. Kell a könnyűség. Ezekből a 10 botokból valamit le kellene zárni, vagy letenni, és akkor úgy jobban, könnyebben mennek előre az események. Az lehet, hogy most neki van sok dolga, és cipeli ezeket a botokat, de azt is jelentheti, hogy ő így tekint rátok, hogy ti vagytok fáradtak, kimerültek, sok a munkátok, minden olyan nehezen megy előre, holott megvan az erőtök, a bátorságotok, néha a lelkesedés is, és bíztok ebben a jó kezdetben, de valamit le kellene zárni. A következő kép mutatja a napi energiát.
A napi kártya mutat itt egy út kereszteződést. Ezek lehetnek találkozások, amikor az élet út kereszteződik, viszont mutat változásokra is. Itt le kell lassítani a dolgokat. Ugyanúgy, mint amikor autót vezettek egy ilyen kereszteződésnél, figyelni kell a forgalomra, lassítani vagy fékezni kell. Így hat ez a kép most az életünkre. Itt le kell lassítani valamit. Figyelni, mit akarnak mások tőlünk, milyen a forgalom. És kell egy új irány, vagy maradunk az eddig megszokott életúton, de itt vannak lehetőségek valamit változtatni. Ennél a kereszteződésnél elgondolkozunk azon, hogyan tovább, előre, vagy hátra, balra, vagy jobbra. Itt vannak lehetőségek valamit változtatni. És ez volt a három kérdőjeles jóslásom. Egy általános jóslás, viszont megvan arra is a lehetőség, hogy kérjetek tőlem egy személyes jóslást, természetesen áll néven. A díjam 3500 forint, asztrológiával kiegészítve 8500. És ez volt a videóm, köszönöm figyelmeteket, viszont hallásra!